16. alkalommal rendezte meg az Orosháza Városi Modellező Klub a modellrepülőnapot. Budapesttől Őcsényig, Szentestől Gyomaendrődig az ország minden részéből érkeztek modellezők, sőt Németországból is jött egy csapat a kétnapos bemutatóra. Ilyenkor ez egy kétnapos rendezvény, tehát tegnap beérkeztek a pilóták délelőtt, akkor próbarepüléseket csináltak. Kuriózum, hogy Kecskemétről érkezett egy turbinás modell, ami 300 km per óra sebességgel is képes repülni. Ez egy angol-brit kiképzőgépnek a pontos másolata, 2,60 m fesztával, 12 kilót tol a turbin, ami benne van, durván percenként 1 litert fogyaszt, bocsánat, fél litert fogyaszt, nem 1 litert kerozinból. Igazából talán a gázturbina, ugye, ami a meghajtást adja, az tér el ugye, a megszokott modellektől. Ez egy 120 ezret forog percenként ez a turbina, és ugye, ahogy mondtam, ez 12 kilótól. Tehát ez ami kicsit különlegesebbé teszi, mint mondjuk egy sima robbanós modell, vagy egy vitorlázó. De vezetni semmivel nem nehezebb. Több orosházi modellező is bemutatta modelljét a két nap során. Ez egy 630-as Goblin, amit itt remélhetőleg néhány perc múlva levegőbe fogunk tudni emelni. A modellező klub elnökétől megtudtuk, hogy a közeljövőben több nagy feladat vár a klub tagjaira. Legközelebb szeptember végén Csongrádon, majd októberben Gyomaendrődön lesz verseny.